Köszöntöm nézőinket, Felföldi László pécsi megyés püspöknél vendégeskedünk. Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlöm. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és természetesen a tévénézőket, és ebben a karácsonyi ünnepben hiszem, hogy hozzá tudunk járulni, hogy még gazdagabb, bensőségesebb legyen ez az ünnep minnyájuknak. Csak úgy, mint tavaly, úgy idén is, évelején és év végén is erősen rányomta az emberek lelkiállapotára a koronavírus járványa bélyegét. Hogy tudnak lelkiekben segíteni az embereknek? Hogy tud a katolikus egyház így karácsony előtt az embereken segíteni, amikor mindenki jobban vágyik a lelki dolgokra, az összetartozás érzésére? A koronavírus nyilván egy óriási gond, teher, nagy-nagy probléma a családok, a közösségek életében, de nagyon fölhívta a figyelmet az emberi életnek, az emberi kapcsolatoknak a lényegére, hogy figyeljünk egymásra, hogy törődjünk egymással, és hogy lelkileg kell egymást segítenünk, erősítenünk. És ezt látom sok-sok közösségben, sok-sok kapcsolatban, hogy megújultak ezek az egymásra figyelő kapcsolatok, és erősítenek bennünket, hogy felelősek vagyunk egymásért, és segítenünk kell egymást, amikor bajban van. Hogy és kihez tudnak fordulni az emberek ilyenkor? Most azt gondolom megerősödött elsősorban a nagy családoknak a lehetősége. Hisz minden család éli a maga életét, de hogy igazán a legközvetlenebb és a legvalóságosabb segítség az a családban, a testvéri, a nagy családi, a szomszédsági közösségben van, és ezt kell igénybe venni. Természetesen van az egyháznak is, és van az egészségügynek is hihetetlen felülete, Karitász, Máltai és sok-sok terület, ahol segíteni tudunk, vagy itt van a lelki segítségnek a lehetősége, amikor azt mondjuk, hogy nyitva vannak a templomaink, mert igazából minden gondot, minden bajt, minden betegséget fizikailag és lelkileg kell elhordozni és legyőzni. Hogyha már itt említette a Karitaszt és társait, velük hogyan jutnak el az emberekhez? Mi alapján jutnak el az emberekhez? Hogy kell ezt elképzelni? Két terület van, vagy két irány, inkább így mondanám. Az egyik, ők maguk mennek azokra a területekre, ahol nagyon rászorultak, vagy segítséget kérnek. A másik, hogy nagyon-nagyon sokan besétálnak, bemennek magukért, vagy másokért. És volt nem egyszer olyan probléma, amikor megjelent egy nagyon komoly családi krízis, akkor én kértem, hogy akkor most mindenki fogjon össze, és mindenki döntse el, hogy ő maga miben tud segíteni, és napokon belül megoldották a problémát. Tehát azt gondolom, rá lehet találni ezekre a helyekre, ezekre az emberekre, és ők örömmel, jó szívvel, szeretettel segítenek. Hogy látja a karácsony közeletével, karácsonykor mennyire nő meg az emberek adakozási kedve? Itt nem csak pénzre gondolok, de ruha, adomány, élelmiszer, vagy egy-két jó szó csak. Minden nehéz helyzetben, minden krízisponton az emberekben megszületik a jó. Mindig ott van, csak akkor olyan élesebb, erősebb lesz, amikor van egy jégverés, egy katasztrófa, egy betegség, akkor hirtelen azt mondjuk, én is oda tudok adni az életemből, a munkámból, a lehetőségeimből. És a karácsony nem mind negatív, hanem mind pozitív, mint ünnep közelette, megnyitja az emberek szívét, és ez nagyon jó. És ilyenkor jó az, ha figyelünk azokra, nem csak a rászorultakra, hanem akiket elhanyagoltunk szeretetben, törődésben, egy telefon, egy levél, egy e-mail, egy látogatás, egy kis süti a szomszédba, mert nagyon sokszor a szeretet rászorultjai ott vannak mellettünk, csak csöndben vannak, nem kiabálnak, nem kopognak, de nagyon-nagyon várnak bennünket. Jézus születésének mi az üzenete a mai ember számára, hogy látja? Ugyanaz, mint az első karácsonykor. Nagyon csöndesen, nagyon egyszerűen az Isten odaállt az ember mellé. És azt mondta, hogy itt vagyok, veletek vagyok. Semmi különlegesség, extra, egyszerűen hétköznapi gyermek és felnőtt szeretettel jött. És ma is ugyanezzel küld bennünket. Az Isten azt mondja, ma is melletted vagyok, és nekünk kell képviselni egymás felé
ezt az isteni szeretetet és jóságot. Mert az ember az emberen keresztül tapasztalja meg, éli meg ennek a szeretetnek a nagyszerűségét. Két irányt érzünk most a világban, az egyik az elmagányosodás, azaz nincs senki, nem áll mellettem senki, a másik meg a gyönyörű érzékenység mások felé, az emberek felé, a családok felé. És mindenkinek a saját lelkében kell ezt meglátni. És nem csak az, hogy én mellém kiáll, felnőtteknek már nem az kell, hogy kitől kapok Mikulás csomagot vagy karácsony ajándékot, kik mellé kell odaállnom. És a karácsony tanít a felnőttségre, hogy lehet azt is nézni, hogy engem kilátogatott, kiköszöntött, de én kiléptem a magam kis szűk köréből, és eszembe jutott, hogy ő olyan kevés szeretetet kapott tőlem, vagy olyan keveset kap, oda megyek-e, meglátogatom-e, viszek-e egy csomagot, de néha nem is a csomag a lényeg, én magam legyek jelen a másik életében. Van-e kedvenc karácsonyi története, ami még fiatal koráról, vagy már, mikor már a papi hivatást választotta, akkor történt, önnel hallotta, vagy ott volt éppen? Gyermekkorom karácsonya, ha most ezt így megjelenítenénk, akkor azt mondanánk, hogy hát az egy ilyen idealisztikus, ilyen nagyon különleges, és az pedig nagyon hétköznapi volt, nagyon természetes. Mentünk a templomba, Betlehem, kántálás, találkozás, együttlét, az a természetes emberi valóság, hogy ott élünk egy faluban, a szülőfalunkban, Geszteréden, és mi összetartozunk, és mindenki mindenkit köszöntött, mindenki mindenkinek örült, nem csak karácsonykor, egyébként is. De ilyenkor azért mégis volt benne egy óriási gazdagság, a szeretetnek gyönyörű díszei. Ez nekem most is erőt ad, és biztatást, hogy létezik szép, tiszta, őszinte, emberi szeretet, emberi közösség. Egy kicsit kanyarodjunk el a karácsonytól, azért amellett nem lehet elmenni, hogy a nyáron itt volt a pápa Magyarországon, itt volt a világ katolikus közösségének egy jó része. Hogy értékelni ezt a találkozót? Milyen volt ott részt venni? Azt gondolom, minden emberi élet, mindenki, mi is elmondhatunk az életünkből, hogy na, az egy olyan különleges ajándék az én életemben, ami megismételhetetlen. Egy nemzet, egy egyház életében az eukarisztikus kongresszus, hogy itt volt Budapesten, Magyarországon, itt volt Ferenc pápa, ez egy olyan hihetetlen ajándék, olyan gazdagság, ami megismételhetetlen, és amit akik meg átéltek, azok meg óriási gazdagságot kaptak belőle, erőt, lendületet, mert senki nem gondolta, vagy nem érezte, hogy ilyen nagy erő, ilyen nagy szépség, ilyen nagy hit van a magyar társadalom szívében. A hétköznapok úgy beporozták, bemattosították ezt az életet, és most úgy kiderült, hogy ragyog ez, tündöklik, erő van benne, és ezt hiszem, hogy lendületet adott. Nekünk biztos, nekem biztos, és itt az Egyház megyében is érzem ennek a lendületnek az örömét és a szépségét. Ha már itt a lendületről van szó, mit vár a jövő évtől? Én szeretném folytatni személyesen azt a munkát, amit elkezdtem. A találkozásokat, az együtt gondolkodást, és szeretném megtalálni azokat a munkatársakat, azokat az embereket, akik Krisztus mellé, az egyház ügye mellé, a szeretet mellé állnak, és hogy segítsük a családokat, segítsük az embereket, mert a családokon múlik minden. A jövő, az élet, a jelen, az a családok szívén, a családi asztalnál van. Ami ott történik, ami ott valóság, az az életnek igazi gazdagsága, szépsége. És most nagyon oda kell állnunk a családok mellé. Oda kell állnunk a hitvesek, édesanyák, édesapák, gyermekek mellé. És ha ezt meg tudjuk tenni, egyre többen, egyre jobb szívvel, akkor ebből nagy-nagy öröm és nagy-nagy gazdagság lesz a hétköznapi élet és a jövő élet biztonságában. Ha már itt említette a családokat, akkor a fiatalok mennyire lehet őket
bevonzani, nem csak a templomokban, hanem mennyire lehet őket magához az egyházhoz, a programokba bevonni. Vannak erre törekvések, hogy tudják ezt megoldani? A fiatalok életében direktben nem látok még bele, de keresem a kapcsolatot, nem csak keresem, már együtt gondolkodom az ifjúsági vezetőkkel, az ifjúság képviselőivel. A fiatalok egy különleges kincs és gazdagság. Nagyon jók, nagyon ügyesek, de nekünk kell melléjük állnunk. Nekünk kell őket megszólítanunk, nekünk kell megtalálni azt a hangot, azt a teret, ahol ők maguk lehetnek, önmaguk, fiatalok lehetnek. És ez nem mindig egy liturgia, nem mindig egy papi beszéd, hanem egy igazi, közvetlen, természetes találkozás. Óriási reményeket látok, és biztos vagyok benne, hogy ha megtalálom a jó munkatársakat, akkor képesek leszünk az ifjúságot a maguk világában, a maguk természetes, nagyon kritikus, de nagyon nagy áldozatokra kész életében megerősíteni. Püspök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta mindezt nekünk. Nagyon szépen köszönöm, és Istentől megáldott, nagyon szép karácsonyt kívánok mindenkinek, és olyan új esztendőt, amelyben megtaláljuk a hétköznapokban is a szeretetnek, a békének, az örömnek a gazdagságát és szépségét. Jó Isten áldása legyen minden tévénézővel és önökkel is. Köszönjük szépen. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó tévézést, viszontlátásra!